Sziasztok, mai műsor vendége Buda Ricardo és az édesanyukája. Meséljük kicsit a Ricardo betegségéről. Mindenki a betegsége. Vagy akár mesélhetsz. Igen, vagyok hát egy. Nyitott gerinc, dongaláb, két oldali csipőficam, vizelet sziklet inkontinencia. Először volt ugye ez a nyitott gerinc, azt megműtötték, de amikor megműtötték, el kellett vágni az idegeket, és emiatt jött ki a többi. Hát jó, hát akkor én is elmondom, hogy a Ricardo nyitott gerinccel született, dongol lábakkal, kétoldali csipőficammal, vizelet széklet és inkontinenciával. Na most erről elég sokat tudnák mesélni, szerintem már az egy egész könyvet meg tudnák írni erről az egész folyamatról, amit a Ricardo és én is keresztül mentünk. Most őt megszületett, és ugye nem vették észre az orvosok ezt, hogy ő neki mi a problémája, ugye 36 hetesen jött ő a világra császármetszéssel. Nem sokat ígértek az orvosok, mikor megszületett, akkor engem felkészítettek a Mosonmagyaróvári kórházban, hogy lehet, hogy bele fog halni a Ricardo betegségébe. De akkor is ő már egy nagyon nagy harcos volt. Már a műtétje után is egy ekkora hatalmas műtétet egy felnőtt ember nem bírt volna ki. Úgyhogy hát ugye meg lett műtve. Én egy hétig sajnos nem is láttam, mert ugye a császár meccés után ugye én lábadoztam a betegség alól. Egy hét után tudtam felmenni hozzá, és én már akkor, mikor megláttam, én már akkor beleszerettem a fiamba. És megmondom az őszintét, nem is nagyon érdekelt az, hogy ő most beteg. Én azt láttam, hogy az én fiam és ő rajta segíteni kell. Elsírtam magamat, hogy mi történt vele, de kitűztem magamnak ott egy célt, hogy bármi is legyen az életemben, én mindig is támogatni és szeretni fogom őt, és 11 éves lesz a fiam, és ezt azóta is folyamatosan ezért teszek, és harcolok, és küzdök, hogy neki jobb életet tudjak biztosítani. Ezt megérte, nagyon tündérű kis fiú. És hogyan tudtátok meg, hogy Amerikában tudnak rajta segíteni? Te is mondhatod. Hát mama felhívta ugye anyut, azt ő mondta, hogy menjünk ki mindenképpen ez az orvoshoz. Igen, hát édesanyám felhívott telefonon, hogy látta ugye az interneten keresztül ezt az orvost, hogy próbáljuk meg. Én rákerestem a YouTube-on, az interneten, mindenhol megnéztem ennek az orvosnak a munkáit, utána jártam, és mondhatom azt, hogy a világ legnagyobb orvosa, a James T. Goodrich professzor. Én nagyon megszerettem őt, így nagyon sokat néztem a munkáit, nagyon felnézek rá. Felhívtam az amerikai kórházat, beszéltünk vele. Megmondom az őszintét, hogy nem tudok angolul, így hogy meg kellett várni elég sokszor a fordított, mire oda tudott jönni a telefonhoz. A doktor úr üzent nekünk, hogy ő elvállalja Ricardónak a műtétjét, és így jött utána az, hogy elkezdtünk e-mailezni a kórházzal, ugye nekem be kellett angolul küldenem a Ricardónak az összes zárójelentését, ugye a doktor úr megnézte, négy híres professzort még odahívott maga mellé, és azt mondták, hogy tudnak segíteni a Ricardón, ugye kell neki majd azért egy állapot felmérés is, de mivel ugye nem rakunk Amerikába, és ugye látták, hogy nagyon összetett a Ricardónak a betegsége, és hogy sok mindent kell vele csinálni, így megadták az árat, úgyhogy $500,000 a Ricardónak a kezelésre, magyarul ugye 130 millió forint. Meséljetek kicsit a mindennapi életről, hogy tudjátok így megoldani a Ricardóba a mindennapi dolgokat. Hazgó kell kelni, és este meg fél kilenckor kell feküdni. És péntekre már fáradt vagyok. Hát igen, Ricardo elmondta nagy vonalakban itt a dolgokat. Na most erről az a helyzet erről, hogy sajnos nem tudtam megoldani a Ricardónak azt, hogy a családjával lehessen Budapesten. Nem tudtam megoldani a lakhatást, ez évek óta így megy. 7 évig laktam fent Budapesten anya otthonokban is, átmeneti otthonokban, mert a Ricardót egyedül neveltem eddig. Mondhatom ezt, hogy teljesen egyedül, nagyon sok mindent egyedül oldottam meg, és nem mindig tudtam megoldani a lakhatást, ami azt jelenti, hogy most jelenleg a 15. hely, ahol lakok,
Kisbabóton, ahol tudtam venni egy nagyon régi típusú házat, amit nem is tudtam berendezni, se kifestéssel, gáz nem tudtam bekötni, a padlót semmit nem tudtam megcsinálni, így is örültem, hogy 10 év szenvedés után valamilyen kis házat tudtam a gyerekeim feje felé biztosítani. Na most nagyon hiányzik a Ricardo, én mint édesanya ezt mondom, hogy nagyon hiányzik, nagyon rossz, 11 éves lesz a fiam, és minden nap csak este telefonon tudok vele beszélni, ami azt jelenti, hogy a Ricardo hétfőn elindul a betegszállítóval iskolába, pénteken változó, hogy mikor ér haza, attól függ, hogy hány beteg van ugye ebbe a kocsiban. És azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon szeretném, hogy a Ricardo meggyógyuljon, végre együtt lehessen a családom, és ne csak egy hétvégi anyuka lehessek. A hétköznap persze mindent én is ugyanúgy megoldok, megcsinálok, én is intézem a dolgaimat, de őszinte leszek, nagyon hiányzik a fiam, és minden álmom az, hogy meggyógyuljon, mert hát mindjárt elsírom magam, mert nagyon szeretem, és nagyon szeretném, hogy ő egészséges legyen, és teljes életet élhessen. Mert én sem élek örökké, meg kell, hogy mondjam. Igaz, hogy 33 éves leszek, de ki tudja, hogy mi van a világban, és csak egyet szeretnék, hogy ő neki minden rendben legyen, és boldog lehessen. A Ricardoval mi ketten nagyon sok mindenen mentünk keresztül, 7 évig laktunk Budapesten, anya otthonokról, átmeneti otthonokra mászkáltunk, hogy a Ricardónak a magyarországi műtétjeit meg tudjam csinálni, 9 műtéten esett át eddig. Nagyon hálás vagyok a magyar orvosoknak, tényleg minden tiszteletem az övöké, de én nekem, mikor a Ricardo megszületett, volt egy fogadalmam, hogyha itt Magyarországon többet nem tudnak tenni a kisfiamért, az volt az álmom és a célom, hogy a fiamat külföldre viszem, keresek egy orvost, amit hála Istennek sikerült is. James T. Goodrich professzor nevében mondom ezt, és nagyon-nagyon boldog lennék, és a fiam is, hogyha összejönne ez a műtét, mert én úgy gondolom, hogy Ricardónak is egy élete van, mindegyikünknek egy élete van, és Ricardo megérdemli a teljes életet. És nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki támogat minket, és segít ebben. Nagyon-nagyon örülünk, hogy eljöttetek, és tényleg szívből kívánjuk, hogy itt sikerüljön. Nagyon drogolok a Ricardónak, mert nagyon egy szeretni való kicsit lehet.